voltak, mert soha-soha Salgótarjánban ilyen még nem volt. Azt gondoltam, hogy nem lesz annyi ember, aki megtöltse a teret. És felkerültem a színpadra a jelenetembe, hosszú másodpercekig nem tudtam megszólalni. Olyan gyönyörű volt, hogy tele van a nézőtér, minden széken ülnek, és az emberek csodálatosan érzik magukat. Kedves közönségünk, sok szeretettel köszöntjük Önöket a Salgótarjáni Zenteterem Színház előadásán. Érezzék nagyon jól magukat, és ne felejtsék, a színház megfizethető, de a színházi élmény megfizethetetlen. Terveztük ezt a fesztivált, reménykedtünk benne, hogy ilyen sikere lesz, mint amilyen most van. A közönség szereti ezt a rendezvénysorozatot, szívébe zárta. Ez azt hiszem látszik is, úgyhogy telt házunk van. És örülök, hogy végre nálunk is van ilyen. Ez nagyon jó az idő, az előadás is nagyon tetszik. Úgyhogy jól érezzük magunkat, jó este, jó hely. Meg vagyunk elégedve az előadásokkal. Eddig mindegyik azt, hogy mondjam, osztályon felüli, fantasztikus. Remek hangulatú műsor volt, élek szépen, a lányok táncolt. A gyerekek nagyon szerették, a felnőttek is nagyon szerették. Isteni volt, nagyon jó közönségünk volt, és úgy láttam, hogy ők is élvezték. Lejártam a világot, de salgótarjáni közönségnél nincs jobb. Ott nevetnek, ahol akarunk, ismerik a dalokat, szeretik, úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a mai estéről. Ilyen. Még sok ilyet kívánok magunknak. Nagyon fellendítette Salgótarjánnak a kulturális életét. Nagyon hangulatosan meg van csinálva az egész. Különleges dolognak tartom, hogy itt lehetünk. És nagyon-nagyon szórakoztató szám. Jó, tetszik a szabadtér. Nekem is tetszik. Nagyon jó ez a beosztás. Tökéletes. Szuper, nagyon jó érzik magunkat. Még ha lehet fogozni, akkor nagyon-nagyon-nagyon. Remélem, hogy jövőre is lesz ennek folytatása. Nagyon örültem Zente nyárnak. Lajoskán szeretünk, nem tudom, hol ülsz el. Mondom, hogy minden előadásunk teltházas, és ez 820 főt jelent. Szerintem azt lehet mondani, hogy Salgótarján kultúrtörténetében egy új fejezet indult, amit úgy hívnak, hogy Zente nyár, jövőre biztos, hogy fogjuk folytatni. Gratulálok, és csak további sok sikert kívánok a folytatáshoz. Csak annyit tudjuk mondani, hogy hajrá, Salgótarján! Szevasztok!